Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Elvesztette hazai veretlenségét a kisvárdai futballcsapat. A hetedik helyen végzett az újonc ebén Tölgyes Dorottya. Hazai sikerekkel zárult a nyíregyházi kosársuli felkészülési tornája. A Sáris Kupa harmadik helyével hangolt a bajnokságra az NTK. Hosszabbításban szerzett góllal nyertek a nyírbátori focisták. Elvesztette hazai veretlenségét a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 hetedik fordulójában a Békés Csaba látogatott a Várkerti pályára, és a vendégek 2-0 győzelemmel távoztak Kisvárdáról. Erre számítottunk, hogy ilyen lesz a felállásuk, ez lesz a mi játékunk, és talán tompábbak voltunk, mint amit reméltünk. És ugye azt tudjuk, hogy a gólszerzéshez roppant nagy frissesség kell. Hát ma nem volt. Egy játékosunk volt elől, aki eddig pihent, a Rajci Peti, ma nem tudta azt nyújtani, nem voltak meg a segítőtársak neki. Egy az egyben nem nagyon tudott most mit kezdeni ezzel a betömörülő védelemmel, és hát ugye az ellenfél meg folyamatosan a saját térfeléről tudta a kontrákat indítani, mert nagyon fönt voltunk, de hát rákényszerített, hogy játszunk, támadjunk. Így szereztem meg az eladott labda után, az első erős elveszített labda után a gólt is, végig robogtak a teljes pályán szinte, és azt követően meg mentünk, csináltuk, de piszok görcsösen, rengeteg pontatlansággal, elsősorban a támadó harmadban. A mezőnyjátékunk föl volt építve, nagyon akarták a gyerekek csinálni, sőt, azt gondolom, hogy még elfogadhatóan is játszottunk. A ritmus, a rágyorsítások, az egy-egyek, illetve a jó befejezések a támadó harmadban, amik nagyon hiányoztak, ezt tényleg csak friss játékosokkal lehet megtenni. Ezért van az, hogy ilyen roppant eredmények születnek, mint a hétközben is volt, most még nem tudom, milyen eredményeink vannak. Viszont az javítást igényel, hogy legyen több friss játékosunk. Az látszik, hogy most is ugye a Grumicsot beraktuk, nem bírta a két meccs után a lába, le kellett cserélnünk, borzasztó érvágás volt, talán hogyha a végén kellett volna fölvénünk, és nem vállalunk ennyi kockázatot, más tett volna, de hát ezek a játékosok vannak, ezekkel kell valahogy megoldanunk, csak védekező típusúak voltak már a kispadon, úgyhogy nagyon nehéz nekünk. A három mérkőzésből nem csak mi, hanem azért tőlünk még mondhatom bővebb kerettel rendelkezők is nagyon nehezen jönnek ki, és ugye mi filozófiánk nem a védekezés, hanem a támadás, de hát ez a mai frissesség hiánya miatt ez kevésbé valósult meg. Vége lesz lassan a nagyon sűrű augusztusnak, 7 forduló lement, a 21 pontból 11 pontot szerzett a csapat, ezt aláírtad volna kezdés előtt? Nem, nagyon csalódottak vagyunk, viszont az megmutatkozik ugye, hogy sajnos hát a DC kiesését egyelőre nem tudtuk megoldani, a új játékosok nem tudtak még beilleszkedni megfelelően a rendszerünkbe, a Grumis játék az talán, amelyik szint tud nekünk adni, még, vagy hozni, de az ő fizikai állapota a nagyon nagy lemaradása miatt még jelentős hátrányt mutat. Neki még azért sokat kell fejlődni, és hát a középpályánk azért ott nem az igazi, oda még mindenképpen változtatnunk kell, oda hoznunk kell játékost. Az igazság, hogy a Gabi tavaly az tudta szállítani a gólokat. Most a két mérkőzéseken kinyírjuk. Az ilyen idős játékosoknak sokkal nagyobb pihenőidőre van szükségük, és most is ment, csinált, nagyon szépen játszott, egyébként nem volt vele baj, de a 16-os környéken, amit eddig berúgott, azokban most beleugranak, fölé rúgja, kapusba rúgja, hát az a koncentráció ott a végén, az összpontosítás, az a fáradtság miatt már nincsen meg. Augusztus 31-ig lehet igazolni, gondolom megvan a fejedben egy elképzelés, hány játékos érkezhet még? Mindenképpen szeretnénk 2-3 játékost, és ezekre a posztokra fiatalokat, abban a szegmensben azért gyengébbek vagyunk, a középpályán kell egy olyan játékos még, aki jól tud passzolni, ott van az Olá, ott van a Mincér, ők nagyon nagy munkabírásúak, rengeteget tudnak, gyorsan futni, szerelni tudnak, de nekünk építeni is kell, abban vagyunk kevesebbek. Illetve az előlévők, a jobb szélünk nincsen megoldva, azt mindenképpen meg kell valahogy oldanunk, oda hoznunk egy játékost. Remélem, hogy hétfő-kedden sikerül még változtatunk ezen. A hétvégén nem lesz forduló, jól jön most ez a két hét, hogy bajnoki szünet? Nagyon jöjjön, mert azokat a játékosokat, akiket még nem sikerült a mi szintünkre hozni, most remélem, hogy meg fogjuk tudni oldani, hogy a bajnoki ritmusban nem tudunk úgy edzeni, más feladataink vannak, és a hátralévő két hétben még a csapat szerkezetén taktikai variációkon is tudunk dolgozni. Azt gondolom, hogy a játékosokra most nagyon ráfér a pihenő, mert ez az elmúlt hét nagyon gyíkos volt, és hát látszik az eredményességen, és hogy teljesen leültünk. Meccset látva elmondhat, hogy a Békés Csaba azt játszott, amit egy csapatnak idegenben játszani kell, a három pontot el akar vinni valahonnan. Így terveztétek, vagy így alakult?
Hát igen, szeretünk volna mindenképpen hamar előnybe kerülni, pontosan azért, hiszen tudtuk, hogy a Kisvárdának remek játékosai vannak az első zónában, és elég veszélyesek minden egyes beadásuk, minden egyes támadás felépítésük. Így azért, hogy mi tudtuk megszerezni a vezetést, tudtuk azt játszani, hogy lassítottuk a játékot, tudtuk azt játszani, hogy minél gyorsabban próbáljuk befejezni az akcióinkat, és úgy kontrázni egy-egy felépített védekezésből, ahogy kell játszani előnyben. De azt is el kell mondani, legalábbis az én véleményem az, hogy nekünk volt több kidolgozott helyzetünk, hiszen nekünk voltak nagyobb területeink, nyilván a Kisvárnának voltak lehetőségei, főleg a felívelt labdákból, illetve a rögzített szituációk után, de mindent összevetve én úgy érzem, hogy megérdemelten vittük a 3 pontot. Mindenképp a békésebb a dicséret, hogy amit említetted, igazán a Kisvárnak nem volt zicsere, ti pedig még lőhettetek volna akár több gólt is, hiszen a megugrások mindig veszélyt hordoztak magukban. Ez így van. Ugye ilyenkor azért, amikor valaki előnybe kerül egy ilyen rangadón, amely csapat előnybe kerül, azért utána azt próbálja őrizni valamilyen szinten. Ráadásul egy olyan nehéz időszakból jöttünk mi most ki, ami azért nem sok pontot tartogatott nekünk, és nem sok gólt rúgtunk ugye az első 5 fordulóba. Nagyon kellett nekünk ez a 2 siker, és az a véleményem, hogy a héten az osztály 2 legjobb csapatát sikerült megvernünk, és 0 gólon tartani. Ez mindenképpen dicséret a fiúknak, és ezért meg kell dicsérni a fiúkat, és ami látszódik nekem legalábbis, én nagyon örülök neki, hogy igazi csapat vagyunk hétről hétre, napról napra fejlődünk, és ezt kell kovácsolni, ebbe kell kapaszkodni, és ha meg lesz az alázat, meg lesz az akarat, akkor biztos vagyok benne, hogy az eredmények is fognak jönni. Rajtol az asztali tenisz bajnoki szezon. A Nyírbátori Ase az NB1-ben és az NB3-ban indít csapatot, utóbbiban ott lesz az újonc asztali tenisz EB-n 7. helyen végző Tüldes Dorottya is. Valóban igaz, eléggé kicserélődött az elmúlt időszakban a játékos állományunk, valamint az edzői garnitúránk is. Kényszer szülte ezt a megoldást, Kis Zsolti és Tóth Gábor Németországba szerződött ettől az évtől, ők ott folytatják a pályafutásukat. Sallai Zoli Nyíregyházára igazolt vissza egy nyíregyházi csapatba. A Szeles Balázs az kölcsönbe került Nyírmadára, valamint Németh János eligazolt tőlünk egy másik klubba. Nem tudtuk megfizetni az ő játékát, sokkal nagyobb igénye volt, mint amennyit mi ki tudtunk gazdálkodni, ezért megköszöntük a eddigi szerepvállalását, és elengedtük. Helyére érkezett Kővári Balázs játékosnak, és ő lesz az egyetlen olyan játékosunk, aki új ebbe a mezőnybe. Ezen kívül az edzői garnitúránkat erősítettük meg, mert ahhoz a szakmai munkához, amit mi itt az elkövetkezendő időszakban szeretnénk megvalósítani, mindenképpen szükségünk volt olyan kaliberű edzőkre, mint amilyen most a Rozsnyói Tibor, aki többszörös bajnokságot nyert Németországba, valamint Katarnak volt a szövetségi kapitánya. Most azt tudni kell, hogy ugye Katar az egészen más dimenzióba képviseli a sportot és az anyagi lehetőségeit is, mint Magyarország. Oda is kínai játékosokat vittek, így mindenképpen szakmailag is nagyon nagy tudásra tett szert. Ezen kívül a válogatottnál edzősködő Fekete Soma jött még Nyírbátorba, akivel már több éve dolgozunk együtt, valamint Bálint Csaba, aki szintén az edzői pálya felé kacsingat most már, és ezzel a 3 edzővel fogjuk megoldani azokat a feladatokat, amiket a Magyar Asztali Tenisz Szövetség és a Nyírbátor város vezetése velünk együtt megfogalmazott. Az, hogy utánpótlás edzés centrum lettünk, ez mindenképpen igényelte is, hogy ilyen formátumú srácok vállaljanak szerepet az utánpótlás képzésbe, és mi megpróbálunk ennek a szellemében együtt dolgozni velük. Egy sikert már is elért már a bajnokság kezdet előtt az Egyesület, hiszen Tüldes Dorottya több mint 200 versenyző között 7. helyen végzett az újonc Európa bajnokságon. Ez egy nagyon-nagyon komoly eredmény, jellemző, hogy ugye most a Magyarország egyik legjobb játékosa, a Majoros Bence, ebbe a csoportjába, amikor ő volt kint a mini Európa bajnokságon, akkor 19. helyen tudta hozni ezt a versenyt,
és hát ugye azóta láttuk, hogy az IFI Európa bajnokságon ahogy szerepelt, valamint az IFI top 10 már harmadik lett. Én azt gondolom, hogy mi mindenképpen nagyon nagy értéke a klubnak, és nagyon-nagyon sok örömet jelenthet majd a nyírbátori sportkedvelőknek, de nem ez a célunk, hogy csak Nyírbátorban legyen nagyon jó, hanem az országban is, hiszen január 1-től ő vezeti az újonc magyar ranglistát. Most éppen meghívást kapott már a serdülő válogatottba is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulási pont a nemzetközi megmérettetésbe, és talán egy lökést adhat a további pályájához is. Az is egy elismerés, hogy egy szerbiai fiatal ember Nyírbátort választotta lakhelyéről azért, hogy nagyszerű pingpongozó legyen. Igen, hát ez valóban egy nagyon érdekes történet. A kisrác nagyon tehetséges, és felhívták a figyelmemet nekem is rá, hogy van Szerbiába, a magyar lakta területen, Török Kanizsán nevesítve, egy kisgyerek, aki nagyon szeretne jó asztali teniszező lenni, és érdeklődött, hogy holva tudna elkerülni, hogy ő belőle jó játékos legyen, és Nyírbátort ajánlották, mint az egyik legjobb edzéscentrumot Magyarországon, hogy ide jöjjön el, mert nagy valószínűséggel, hogyha valóban nagyon tehetséges és megfelelő szorgalma is lesz, akkor itt ki tudjuk hozni azt, ami benne van. Valóban nagyon tehetséges gyerekről beszélünk, és az az áldozatvállalás, amit ő bemutat, az mindenképpen különleges, hiszen az anyukája pedagógus. Itt pedagógusként, mivel még nem magyar állampolgár, nem tud elhelyezkedni, ezért föladta, ha úgy tetszik, egy kicsit alattasabb munkát végez el, de akkor is a gyereke érdekében vállalta. Országot, várost, iskolát, baráti társaságot váltottak a gyerekek, de inkább vállalták, hogy ezt megteszik, mert nagyon elhivatott a kisgyerek az asztali tenisz sportág irányába. Én nagyon remélem, hogy nem fog csalódni, és tudjuk segíteni majd a pályafutását neki is. Rózsnyói Tibor személyében augusztus elejétől egy olyan edző dolgozik Nyírbátoron, aki igen veretes múltra rendelkezik a sportágban. Miért döntött amellett, hogy elfogadja a bátoriak invitálását? Nyugdíjas éveimet kezdtem el, és akkor ért Csekő Sanyinak a telefonhívása, hogy valamilyen szerepet tudnék-e náluk vállalni. Nekem az ő filozófiája, melyet az asztali teniszről vall, szimpatikus, és ő az az ember, aki tényleg életbe tudta tartani itt közel 20 éve, vagy már több mint 20 éve ezt az asztali teniszt a nehéz időszakban is áldozott rá, és azt emelném ki, hogy ő a fiatalokat, új játékosok nevelését, és elsősorban a nyírbátoriak, a helyieknek a fejlődését kívánja fejleszteni, meggyorsítani. Milyenek az első benyomások? Nagyon jó infrastruktúrával rendelkező klub. A gyerekek között már most található a serdülő, aki éppen most már a ifjúsági válogatott keretedzésén vesz részt, Molnár Dávid, egy kifejezetten ambiciózus, gondolkozó típusú fiú. Van benne fantázia, én nagyon remélem, hogy tudok annyit majd segíteni neki, hogy itt legalább 2 éven belül ő ott legyen az ifjúsági Európa-bajnokságon, mint válogatott játékos. A ifjúsági válogatott játékos. A másik nagy tehetség a Tölgyes Dorottya. Ő még csak 12. életévében van, kifejezetten jó labdaérzékkel, és kifejezetten jó mozgással rendelkezik. Ez a hölgyek mezőnyében elég ritka. Neki az lesz az elkövetkezendő 1-2 évben a feladata, hogy megtanulja, hogy nem csak a szórakoztató elemeit kell edzéseken gyakorolni az asztali tenisznek, hanem fel kell építeni a játékát a világtrendnek megfelelően, amellyel ő nemzetközi mezőnybe is versenyképes tud majd lenni. Tegnap érkezik haza Franciaországból a strasbourgi újonc Európa-bajnokságra, ahol 7. helyen végezti, mesélj a versenyről, milyen volt, hogy sikerült megszerezni a 7. helyet. Nagyon erős volt a mezőny, hát elég nehéz volt odáig eljutni, de sikerült, és egy védőtől kaptam ki, aki végül meg is nyert az egész bajnokságot, és megvertem a
harmadik kiemeltetés számomra az volt a legerősebb meccsem, és ott nagyon élveztem. Nem jól kezdődött számodra az ebé, hiszen eltört az ütőd, ami azt mondják egy pingpongozónál nagyon fontos, hiszen idegen ütővel nehéz játszani. Neked hogy sikerült? Tudtam vele eléggé jól játszani, már meg is szoktam az első meccsen. Igazából nem volt olyan sok változása a régi ütőm közt, meg a szoftomat is átragasztottuk, és tudtam vele rendesen játszani. Ha minden igaz, az NB3-as csapatban fiúk ellen fogsz majd játszani, mire számítasz? Remélem, sok meccset fogok nyerni, hát úgy tudom, erősek lesznek, hát minden megpróbálok. Mindhárom korosztályban a rendező nyíregyházi kosársuli együttese győzött az Agrokert Kupa nemzetközi utánpótlás lánytornán. A háromnapos rendezvényen 15 együttes lépett pályára. Az igazság, hogy nagyon jól sikeredett, 15 csapat végül is elfogadta a meghívásunkat. Annyi volt, amin én azt hiszem, hogy kicsikét negatív volt, hogy a lenti két korosztályban, a tinibe és a gyerekbe össze kellett vonnunk a csapatokat, mert oda nem érkeztem meg azok a csapatok, ugye mindenki arra hivatkozott, hogy még most kezdték el a felkészülés, nem jöttek vissza a gyerekek, de ugye szerintem ez ilyen országosan igaz, tehát nálunk is ez a két korosztály azért aránylag hiányosan ez. Ettől függetlenül azt a korosztályt is, ami legnagyobb meglepetésünkre sikerült megnyernünk. A másik két korosztály az viszont egy igencsak színvonalas, jó mérkőzéseket hozott, és igazából lefutott mérkőzés soha nem volt. Annyi volt csak, hogy minden mérkőzésünket meg tudtuk nyerni, mind a két korosztályban. A kadetteknél ott 4-es körbeverésből került ki végül is a második, harmadik, negyedik helyezett. A Debrecen volt az, aki egy picit talán nem vett olyan komolyan, vagy nem hozta le azt a játékos állományát, aki valóban ebben a korosztályban rendelkezésre áll. Valószínűleg, hogy náluk is vannak ilyen problémák, hogy nyaralás és minden más egyéb, de nagyon jó volt, a csapatok nagyon örültek neki, tehát már most a csapatoknak a 90%-a jelezte, hogyha jövőre ilyen tornát szervezünk, akkor nagyon szívesen részt vennének rajta. Annyi volt, hogy egy-egy mérkőzésen azért volt a kisebb fajta csetepaték, na most ez általában a játékvezetőkre volt kiakadva, inkább a külföldi csapatok, tehát nem is igaz a magyarok, mert azt hiszem, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy állunk a játékvezető ebben a szellemben és ebben a stílusban fúj, de a szlovák és a román csapatok kicsikét nehezményezték a játékvezetői ítéleteket. A serdülő csapatnál ott minden négy csapat részt vett, itt szintén annyira kiegyensúlyozott volt a mezőny, hogy ilyen 8-10 pontos mérkőzéseket játszott mindenkivel, és szerintem mindig az a csapat nyert, aki akkor éppen abban a szent pillantásban, vagy azon a mérkőzésen a jobb dobóformát fogta ki. Szállása tökéletesen elege, meg voltak elégedve a csapatok az étkezést, ugye azt szintén itt közösen próbáltuk megoldani az eperes étterembe, és mindenki jól érezte magát, kiment Sóstóra, elmentek föl a városba, ahol különböző voltak rendezvények, és azokon vettek részt. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó sikert torna volt, bízunk benne, hogy a következő évben is ezt így sikerül majd megrendezni. A létszámot tekintve nagyjából ez a plafon, hiszen itt a Szent Imrében két pályán zajlottak a meccsek, és az ötkös gyakorló volt a harmadik helyszín. Így van, tehát ezt jövőre át is kell gondolnunk, tehát ugye ez a terem azért arra nem alkalmas, hogy a két pályán úgy meg tudjuk rendezni ezt a mérkőzést, hogy null konfliktus legyen. Tehát ugye itt mi a teremben utcacipőben nem engedünk be senkit, tehát ebből következik, hogy itt mindig mindenkit figyelmeztetni kell, hogy tessék fel a lábzsákot, vagy most megpróbáltuk már azt, hogy hátulról a vészkijáraton engedtük be a másik oldalon a versenyző csapatoknál a nézőket. Na mondjuk az egy darabig működött, csak akkor volt a probléma, amikor át akartok erre az oldalra mérkőzést nézni, vagy akkor elfelejtették, hogy be még a másik oldalról jöttek. Tehát ennyi volt az, ami kicsikét negatívum volt. Az ötvös a szállásnak nagyon jó volt a kicsiknek, tehát sok öltözővel, jó volt a terem, tehát azon nem volt probléma, tehát át kell gondolnunk jövőre, tehát bővíteni, biztos, hogy nem fogjuk bővíteni, maximum az időben kicsikét megtoljuk, tehát azt jelenti, hogy nem háromnapos lesz a torna, hanem négynapos, mert jelezték a csapatok, hogy nagyon szívesen eljönnek négynapra is, ugye főleg itt a felkészülés kellés közepén vagyunk, eleve a Szolnok az már úgy jött, hogy ő már kedden jött, itt edzőtáborozott, és ugye ebből jött bele majd a tornába, és ő úgy forgatta a játékosait, úgy játszott, tehát, és jelezték többen, hogy ez nekik is megfelel ez a rendszer, lehet, hogy jövőre egy ilyen hosszabb négynapos tornát fogunk rendezni. A harmadik helyen végzett a Nagysároson megrendezett Sáriskupán a nyíregyházi Tekeklub együttese, Hakker Dezső pedig a legjobb külföldi játékosnak járó külön díjat hozta el Szlovákiából. Az NTK szombaton Szolnokon kezdi a bajnokságot.
Nagysárosra nem a legerősebb összeállításban sikerült elutaznunk, ez köszönhető annak, hogy egyes játékosoknak elsősorban a munkahelyi elfoglaltságok közbeszóltak, de ettől függetlenül mindenképpen egy jó erőfelmérő volt, hogy jelenleg hol tartanak azok a játékosok, akik a következő bajnoki mérkőzésen akár dobóvállásba is léphetnek. Hozzáteszem, hogy a Hakkerdes 580 fája, amivel a legjobb külföldnek járó különdíjat is elhozta, az már mindenképpen biztató, míg mellette a Slovenski Tibor 565 fa, illetve a Magyarorsi 166 fája, az azt lehet mondani, hogy biztatást adhat már a következő idegenbeli mérkőzésünkre, amit majd a következő hétvégén a Szolnok ellen vívunk majd meg. Azt lehet mondani, hogy a harmadik helye megszerzése az mindenképpen egy jó helyezés volt ezen a hadcsapatos tornán. Egy kis szerencsével sikerülhetett volna kassaiakat magunk mögé utasítani, de sajnos nem jött össze. Azt meg mondanom se, hogy a hazai pályaelőnyét maximálisan kihasználták, és egy nagyszerű csapatfával megnyerték a viadalt. A bajnokságban játszani kell, de azért nem mindegy, hogy milyen sorrendben követik egymást az ellenfelek. Ugye tekében azért az erőviszonyokat ismerve vannak olyan meccsek, amelyet mindenképp be kell húzni, vannak olyanok, amelyeken egy nyíregyházi kaliberű csapatnak nem nagyon vagy esélye. Most milyen a sorsolás? Azt lehet mondani, hogy a sorsolás, mivel a tavalyi szezonbeli helyezésünk alapján osztották ki a rajtsorszámokat, ez alapján nem egy kellemes kezdésben reménykedhetett a nyíregyházi alakulat. Rögtön az első mérkőzésen a tavaly negyedik helyezett Szolnokhoz kell látogatnunk, azután majd következik a harmadik helyezett, tavalyi harmadik helyezett Récelak hazai pályán, majd Zalaegerszegre utazunk, akik tavaly a másik helyezettek voltak, és ebből következik, hogy a negyedik fordulóban a Szeged ellen kell megvívnunk a kis csatánkat Szegeden. Úgyhogy az első négy forduló, mondhatnám azt, hogy a szeptemberi felkészülési mérkőzések, mert ezt mindenképpen így kell majd tekintenünk, ez jól jön majd a csapatnak. Látszik, hogy még egy kicsit eredményességbe le vagyunk maradva, a játékosoknak még jobban fel kell pörögni, de bízunk benne, hogy az ötödik fordulóban, ahol majd Szegvárra utazunk egy kiki mérkőzésre, addigra már a csapat összeáll, és tényleg egy kis rutint szerezve az új bajnokságba egy jó eredményt tudunk majd az ötödik fordulóba elérni. Addig pedig mindenképpen folyamatos felkészüléseknek kell majd tekinteni a mérkőzéseket. Mi a hivatalos célkitűzése az előttünk álló szezonra? Hát mindenképpen a biztos bennmaradás az lehet a fő elvárás a csapattal szemben. Úgy gondoljuk, hogy a 8-9-10. Helye valamelyikét kell majd megszélozni ebbe a 12 csapatos szuperligás bajnoki fordulókban. A hosszabbításban szerzett góllal tartott otthon a 3 pontot a BKV előre ellen a Nyírbátori FC. Márton István együttese 3-2-re verte fővárosi ellenfelét. Nagyon jó érzés volt átélni az utolsó pillanatokban lőtt gólt. Nagyon nagy élmény volt ez mindenki számára, viszont azt látni kell, hogy újra beleestünk abba a hibába, amiben Salgó Tarjánba, hogy nem döntöttük el a meccset egy gólos vezetésünknél. Akkor az ellenfél kiegyenlítette, és már nem volt időnk újítani, most viszont volt még egy pár percünk arra, hogy újra megszerezzük a vezetést. 4 forduló telt el, 7 pont az 5. helyen a csapat a tabellán, az volt a cél, hogy ne ragadjatok be a rajtnál, ezek szerint ezt már elértétek. Igen, hogyha tovább tudnánk így folytatni, mint ahogy elkezdtük a bajnokságot, hogy a hazai meccseinket megnyerjük, idegenben tudunk egy-egy pontot szerezni, az mindenképpen biztató lenne. Próbálunk minél több meccset megnyerni, nagyon örülünk neki, hogy így kezdtük a bajnokságot, tudjuk, hogy lesznek még nehezebb időszakok is, de addig próbálunk minél több meccset megnyerni, ameddig lehet. Összeállt már a csapat? Felkészülést szerencsére sikerült úgy végig dolgozni, hogy nem nehezítette sérülés a dolgunkat. Az első 2 meccsen, 3 meccsen ugyanabban az összeállításban tudtunk kezdeni. Nyilván ez nem tett jót nekünk, ez a 2 játékosnak ez a hosszú eltiltása, de hát, mint ez a mérkőzés is mutatta, azért gondolkodunk keretben, nem kezdő csapatban. Megmutatták azok is, akik most bekerültek a kezdőbe, hogy bármikor lehet bárkire számítani a keretünkbe. 4 forduló után talán mikor a kérdés, de kristályosodnak már az erőviszonyok? Igen, tudjuk azt, hogy kinek vannak komoly céljai, kik akarnak felkerülni. Most nem teljesen ők vannak még a tabella elején. Láttunk már csapatokat, van elképzelésünk róla. Az is lehet, hogy valaki túl korán mondta ki a céljait, lehet, hogy valakit alulértékeltek. Én még egy kicsit várnék azzal, hogy megmondjam, hogy mi a realitás, de azért most már nagyjából el tudjuk magunkat helyezni. Hétvégi mérkőzés?
Most egy olyan csapathoz megyünk újra, aki ugye a középcsoportból került át hozzánk, ugyanúgy, mint a BKV előre. A Monor az egyik olyan csapat, aki ki is mondta a céljait, hogy minimum az 1-3, de szeretnének felkerülni. Nem számítunk könnyű meccsre, de hát nem feltartott kezekkel érkezünk. Egyike vagy azoknak a játékosoknak, akik nyáron érkeztek, legutóbb dologon szerepelték, hogy érzed, hogy sikerült beilleszkedni a csapatba? Szerencsés helyzetben vagyok, mert a csapattársaimmal már mindenkivel, majdnem mindenkivel szerepeltem már egy csapatba, illetve mindenki a környékről való, ismertem őket régebbről. Szóval úgy gondolom, hogy ezzel a részével nincs probléma. Mennyire vagy elégedett az eddigi szereplésé, ugye 2 hazai győzelem, 1 idegenbeli döntetlen, és hát olyan meccseket játszott, azokon az utolsó pillanatokban is, hol ide, hol oda hullottak a gólok. Így van, hát a csapat teljesítményével azt gondolom, hogy az első fordulón kívül maximálisan elégedettek lehetünk. Az első meccs az, hát úgy gondolom, hogy akkor még nem, valami nem úgy sikerült, lehet a felkészülésbe, vagyis arra az egymásra való felkészülésbe, de abból kijöttünk, ugye ahogy mondta, 2 mérkőzést most nyertünk, egy döntetlen, azért ez úgy gondolom, hogy nem is rossz csapatok ellen játszottunk, ez jó eredmény, a saját teljesítményemben még többet várok magamtól. Van még potenciál ebben a csapatban, hogy érzed? Mindenképp, szerintem nem egy kifutott eredmény ez a legutóbbi 3 meccs, remélem, hogy így fogjuk folytatni. Most Monor ellen hétvégén szerintem minden adott, hogy ponttal vagy pontokkal jöjjünk haza. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.